Amikor megpróbálok visszaemlékezni rá, milyen hatással volt rám Mindszenty József emlékiratainak első olvasása, akkor valószínűleg az utolsó oldalakat kell föllapoznom. Ott éreztem meg ugyanis azt, hogy egy olyan ember szólalt meg ebben a műben, akinek a lelke egységben van. Mint írja, a számüzetésben sem érzek keserűséget, és mindenkinek megbocsátok. A tónusa a szavaknak olyan reményt, olyan erőt és olyan hitet sugározott, hogy azt a mai napig újra és újra meg tudom találni ezekben a sorokban, amikor újra olvasom azokat. Ezért is lep meg néha, hogy milyen hallatlanul szélsőséges érzelmi reakciókat vált ki Mindszenty József személye, még a tudományos élet berkein belül is. Nem egyszer megéltem, hogy nagy tudású, rengeteget kutató emberek a legfurcsábban tárták föl érzelmi érintettségüket a téma kapcsán. Eközben persze világos, hogy a közbeszédben is azt vesszük észre, hogy Mindszenty bíboros alakja a legszélsőségesebb reakciókat váltja ki a gondolkodásmódunkban, mintha olyan személy lenne, aki igazán senkit nem hagy hidegen. Vagy valaki nagyon rajong érte, vagy hallatlan erővel visszautasítja a személyét. Eközben néha arra is rácsodálkoztam, hogy még a katolikus egyházon belül is mennyire erőteljesen meggyökeresedett az a kép vele kapcsolatban, amelyet a kommunista propaganda irodalom terjesztett el. Gondolok itt akár csak arra, hogy szinte lehetetlen föllapozni olyan forrást a személyével kapcsolatban, ami ne idézné szentírásként nagy töhötömnek a szavait, Mindszenty József karakteréről, püspöki, majd érseki kinevezéséről, igen negatív felhangokkal, holott azért tudjuk, hogy nagy töhötöm egy furcsa utat bejárt ember volt. Rengetegszer látjuk tehát azt, hogy Mindszenty József hatalmas emléket hagyott hátra, ám ennek a földolgozása nehezünkre esik. Néha az is megfordul a fejemben, hogy talán még az életeink, a családjaink élete, a személyes sorsaink vannak túlságosan megérintve azáltal a történelmi valóság által, amely keretezi az ő hitvallói áldozatát. És éppen ezért nem tudunk elvonatkoztatni, nem tudunk törekedni a pártatlanságra. Önmagamon is látom ezt, hiszen a saját személyes élettörténetem és a családom története is adja, miért kötődöm ennyire a személyéhez. Mindazonáltal én azt hiszem érdemes föltérképezni a nagy kérdést. Van-e helye Mindszenty József bíborosnak a szentek és a boldogok között? Onnan indulnék el, hogy aki olvassa az írásait, észreveszi benne a nagyon erős önkritikát. Tisztában van a saját gyöngeségeivel, karakterhibáival, tisztában van azzal, hogy még a betegsége, a pajzsmirigy problémája, műtét, orvosi gyógyszeres kezelés is miként hatott vissza idegi állapotára, olykor valóban drámai túlfeszülésére. Egy azonban biztos, igaznak bizonyult a Szentírás szava, a szenvedés kóhó, amely megtisztít és formál. Csak egy apró példát erre. A számüzetésben élő bíborossal egyszer egy német értelmiségi találkozott, és ő később úgy számolt be erről az alkalomról, hogy szíven ütötte az az érdeklődő figyelem, az az eleven jelenlét, amelyet Mindszenty József ajándékozott neki. A szemei, a kezének a gesztikulációja, hogyan tükrözte a lélek teljes odafordulását a vendég felé. És emellett eszembe jutott egy a bebörtönzés előtti visszaemlékezés egy fiatal paptól, aki épp ennek az ellenkezőjét jegyezte föl. Mindszenty oda se figyelt rá, amikor bevitt hozzá egy iratot, föl se nézett belőle, és bármi személyesség nélkül elkezdte diktálni a választ. Egy életre negatív élmény maradt ez számára. Igen, a hitvallók életét a szenvedés és a Krisztusért vállalt kereszt formálja.
Ennek persze vannak negatív vetületei is. A börtön összetöri a pszichét, nyomot hagy, traumákat okoz. Nagyon sok olyan szokást is kialakít az emberben, ami mondhatni a szabad életben a többiek számára elviselhetetlen. Talán mi magunk is beszélgettünk emberrel, aki megjárta ezt a poklot, és tudjuk, hogy a pszichés egyensúly, az érzelmi egyensúly nagyon nehéz az átélt borzalmak után. Emiatt tudjuk, hogy talán nem is ebben kell vájkálnunk, hanem azt kell megértenünk, hogy ott van egy ember, aki áldozatot hozott a hitért, és ez hitelesíti őt. Adva van egy ember, aki akár vértanú is lehetett volna, nem azon múlt, hogy nem lett vértanú, hogy ő elutasította volna ezt a lehetőséget. Adva van egy ember, aki formálódott és alakult, és aki tisztában volt eközben azzal, hogy ebből mi a jó és mi a rossz. Én úgy gondolom, ha csak ennyit meglátunk, már közelebb jutunk ahhoz, hogy nem mások válaszait szajkózzuk, hanem megpróbáljuk megfogalmazni a saját személyes állásfoglalásunkat. És akkor talán megértjük, hogy időt kell szánnunk egy ilyen kérdés megválaszolásához. Olvasni, gondolkodni, és talán az imádságban is közelebb kerülni egy hívő emberhez, aki a teljes életét föltette a Krisztushoz tartozása melletti hűségre.